A Szolidaritás Mozgalom egy olyan egyesület, amelyről mindig akkor hallunk igazából az utóbbi években, amikor közeledik a választás. Hol azért, mert egy párttal, Szonyi Tibor iszompártjával fog össze a 2022-es kampányban, hol azért, mert most egyedül nekivág a budapesti kampánynak. A vezető Székely Sándor, örülök, hogy itt van. Örülök, hogy itt lehetek, jó estét kívánok. Az, hogy most már nem párttal együtt, hanem egyedül, mint egy egyesület, tehát civil szervezet indulnak, az egy tapasztalás eredménye? Két évvel ezelőtt, amikor elhatároztuk, hogy mi az önkormányzati választásokon indulni fogunk, akkor valóban sokat beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet itt a magyar belpolitikában, és azt érzékeltük, hogy hát itt a pártokkal szemben nagyon komoly problémák vannak a választóknak, egyébként nekünk is, és azt gondoltuk, hogy ideje az egyesületnek visszatérni hagyományaihoz. Mi azért rendszeres szereplői vagyunk az önkormányzati választásoknak, és egyesületi szinten indulni ezen a megmérettetésen. Úgyhogy ez volt az ok, amiért mi elindultunk. Van valami különlegessége a Szolidaritás Mozgalomnak, amitől a szavazók különös figyelmét szeretnék kérni? Hát én azt gondolom, hogy maga a létünk az egy fantasztikus dolog. Mi egészen elképesztően büszkék vagyunk arra, hogy mi megcsináltuk azt, hogy gyakorlatilag saját erőből, önerőből, két év nagyon komoly munkájával 178 helyen indulunk országosan ezen a választáson. Itt főtt a fővárosban 7 polgármesterünk lesz, lesz fővárosi listánk is. A polgármester jelöltjük. Polgármester jelöltjük. Az egy nagyon optimális állapot. Hát én már előre szaladtam pár hetet, de reméljük, hogy szóval fogunk tudni meglepetéseket okozni. De mi nagyon büszkék vagyunk erre a munkára. Mi ezt nem közpénz 100 milliárdokból, meg 100 milliókból értük el, hanem valóban a saját munkánkból és olyan emberekkel, akik hát láttak már ilyen politikai csatározásokat is, olyanokkal is. Humval György a legnagyobb fogást látszólag, de a legkétesebb is tulajdonképpen, mert bárhogy is döntött végül a bíróság, az ő híre az megelőzi azt, ami a bírósági döntésben szerepel. Hát nézze, a Humval György 14 évet harcolt azért, hogy most ezen a választáson végre úgy vehessen részt, hogy ő tisztázta magát. Közben ügyvéd lett, jogtalanul ült börtönben. Én azt gondolom, hogy a választók szemében, hogyha valami, akkor ez pozitívum, mert egy ilyen ember biztos, hogy kiharcolja azt a kerületének, a választóinak azt, amit ki kell harcolnia, bárhogyan is tegyen ez. És nálunk ez a, szóval hogy mondjam, mi ilyen emberekkel dolgozunk, és azt szeretjük, hogyha azok a politikusaink, akik indulnak ezek a választáson, tényleg az emberekért küzdenek, és a Szolidaritás Mozgalom, én azt gondolom, az elmúlt 13 évben ez bebizonyította, hogy azért nem csak a választásokkor vagyunk mi tetten érhetőek, hanem bizony a hétköznapokban is ott vagyunk, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Tud mondani példát, hogy mire emlékezzenek az emberek? Ó, hát rengeteget. A karitatív ügyeken kívül én talán megemlíteném az operaházas tüntetést, vagy akár a Majtényi féle köztársaság elnöki projektet, amikor Majtényi doktor úrból az ellenzéknek a közös köztársaság elnök lett, az a mi közös ügyünk volt. De nem titkoljuk, mi működtünk együtt pártokkal is, dolgoztunk együtt a Demokratikus Koalícióval, hogy frakciójuk legyen az országgyűlésben, és hát Karácsony Gergelyt is támogattuk annak idején 2019-ben. És most miért? Ezek a minimumok, de ezt sokáig tudnám mondani. Jó, én viszont megragadok itt ennél a Karácsony Gergelyes félmondatánál, mert most viszont nem támogatják, sőt, volt pár hónappal ezelőtt egy olyan mondata, hogy igazából Vitézi Dáviddal működnének együtt, hogyha úgy alakulna, majd pedig egy következő újságcikkben már azt olvasom, hogy nincs jelöltjük. Akkor ez most hogy van? Most válaszolok a mind a két kérdésre. Karácsony Gergelyel mi ugye már akkor is civil szervezetként támogattuk, egyedüliként, és mi nagyon szerettük volna, hogyha egy nagyon jó 5 évünk lesz, de nagyon nagyon csalódtunk ebben az ügyben. A közlekedési dolgban is, de sajnos azt éreztük, hogy a pártpolitikán kívül sajnos nem, vagy nagyon kevés dolog történt ebben az elmúlt 4,5-5 évben, és ez nem jó. Tehát itt ugye Budapestnek egyébként 20-30-40 éves problémái vannak, lakhatás, közlekedés, rozsdaövezetek, hogy csak a legégetőbbeket mondjam, és ezekről valahogy nem lett jobb, sőt, sok helyen rosszabb lett. Így ezt mi nem tudjuk tovább támogatni. Vitézi Dáviddal pedig az a problémánk, hogy nagyon szimpatikus számunkra, csak úgy, mint annak idén Karácsony Gergő volt, sok olyan dolgot mondom, amivel egyetértünk,
a legjobban abban, hogy a pártpolitikának nincs helye a fővárosi önkormányzatban, szerintünk más településeken sem. De hát egy pártnak a színeiben indul, aki több mint egy évtizede jelen van a magyar politikában, annak minden jó és minden rossz oldalával, és hát a budapesti városházi ügyekben tényleg azt tapasztaljuk, hogy a pártpolitika, mindegy, hogy honnan jöjjön, egész egyszerűen tönkre teszi az ügyeket. Hogy csak a legdurvább dolgot mondjam, szerintünk az egész budapesti rendszer rossz, tehát majdnem mindegy, hogy ki lesz a polgármester, nagyon nehéz egy olyan közgyűlésbe dolgozni, ahol egyébként még van 23 polgármester, 23 kicsi vár, van a fővárosi közgyűlés, és van a magyar állam is, éppen aktuális vezetőkkel, ez majdnem megugorhatatlan, majdnem bárki. Hát most a közgyűlés másképp lesz, mert hát a Mi Hazánk jó voltából a Fidesz megszavazta, hogy ne így legyen, hogy a polgármesterek töltik fel a közgyűlést. Így van, de ettől függetlenül a 23 vár az megvan, a maguk mindenféle sajátos érdekeivel nem tud egy közös akarat lenni, de hogy más nem mondjak, még már egy gyalogos átkelőhely telepítése is óriási bonyodalmakat okoz a fővárosban, ott, ahol a legtöbb baleset történik. Tehát ennyire akadályozza a főváros működését. Azt, ezt elmondta a polgármester jelöltjeinek is, hogy ez egy reménytelen helyzet? Már nem az, hogy őket megválasztják, hanem hogyha megválasztják őket. Hát ugye ez most még külön is vál. Nem. A kerületeket tudják menedzselni a polgármesterek. A főváros is menedzselve van. Most mondta, hogy ez külön vár, ez a cirkusz megy. Van. No, de hát ezt jóval olcsóbban és jóval praktikusabban lehetne csinálni. Ön is indul a választáson, ráadásul egyébként a lista vezetője a Szolidaritás Mozgalomnak, és Pest Erzsébeten megméreti magát is. De nem polgármester jelöltként, miért nem? Képviselőként indulok, ott Nemes László a mi jelöltünk. Ő jelenleg is képviselő az önkormányzatban, és azt gondoltuk, hogy ez egy teljes embert kíván, ugye én a fővárosban indulok, és ugye menedzselem ezt az egész kampányt, egy kerületre pedig egy teljes ember kell, és egy teljes csapat, aki csak azzal kampányol. Hát én Pest Erzsébeten lakom, úgy gondoltuk, hogy elindulunk ott. Sokakat meglepett az, hogy Vince Géza hogyan kötött bele a kutyapártba, a 12. kerületi jelöltjük, és hát ott a kutyapárt is indítja az elnököt, Kovács elnök urat, és hát elindult egy ilyen egymásnak üzengetés a Facebookon. Az bejött? Hát nézze, szerintünk igen. Mi úgy gondoltuk, hogy ha már van egy viccpárt ott a 12. kerületben, akkor vegyük egy kicsit lazára a kampánykezdetet. Ők úgy érzékelem, hogy ők annyira nem örültek ennek, csináltak is, vagy valószínűleg ők csináltak egy kétfarkus Facebook oldalt a mi jelöltünknek, ahol hát elég buta módon kommunikálnak. Mi kértük tőlük, hogy hát vegyék le, meg kérjenek bocsánatot. Egyébként leginkább az idős emberektől, nem is Vince Gézától, politikusnak, ezt bírnia kell. De hát ott a kerületben rengeteg idős ember van, akik, hát mi azt gondoljuk, hogy ez, ha valaki polgármester akar lenni ott abban a kerületben, vagy akár bárhol egyébként Magyarországon, azt gondolom, hogy nem szabadna, hogy gúnyolódjon, és egyébként senkin se, de az idős embereken aztán végképp nem. Úgyhogy, hát nézze, mi kampányolunk a kerületbe természetesen, a szokott módunkon, és hát csak reméljük, hogy a többi párt, illetve a pártok azok egy kicsit visszafogják. Vince Géza futballedző volt, a Fradi edzője is volt egy ideig, nem mostanában történt, 40 évvel ezelőtt, bár most rúgták ki a Fradi vezetőedzőjét, vagy megy el magától, ezt nem tudjuk, hogy lehet, hogy új állása lehetne ott is, de itt próbálkozik polgármesterré válni a 12-ben. Számít az ma, hogy valaki a Fradi edzője volt? Hát én... Hoz vagy visz? Én azt gondolom, hogy visz. Hát ugye ez a beágyazódásnak, nekünk olyan jelöltjeink vannak, akik az a kerületeikben nagyon régóta ott laknak, és hát a Vince Géza már azt hiszem 20 vagy 25 éve képviselő is ott abban a kerületben, és hát természetesen ott is él. És hát nyilván ez az, hogy ő 14 évig volt a Ferencvárosnak az utánpótlás edzője, meg vezetőedzője is, az én azt gondolom, hogy ez Magyarországon, de akár talán Európa bármelyik országában én azt gondolom, hogy azért ezt számon tartják, így Budapesten is, és így a 12. kerületben is. Kiemelek egyetlen, egyébként nem a legfontosabb pontot a programjukból, olimpiát Budapestre, a sport iránt ezek szerint elkötelezettek. Abszolút, de olyan olimpiát szeretnénk, ami visszatér a hagyományokhoz. Tehát, hogy nem ez a,
elképesztő üzleti, és hogy itt 1000 milliárdokat költünk el reklámokra, meg stadionokra, hanem szeretnénk visszamenni, ha egyáltalán Budapest ilyet csinál, a kezdetekhez, amikor az amatőr sportról volt szó, az emberekről volt szó, az együttlétről, és hát most ez ugye furán fog hangzani itt egy önkormányzati dologban, de hát a békéről, mert ugye olimpiákat általában akkor szoktak rendezni, még hát legalábbis az ókorban, amikor béke volt, hát most ez sajnos nehezen... Vagy hát elhallgattak a fegyverek. Vagy legalább elhallgattak a fegyverek. Igazából így volt, és ez a lényege. De ne legyenek illúziói, olimpiát úgy tud rendezni Budapest, hogy engedik neki a nemzetközi szervezetek, tehát ez nem lesz másképp. Ez természetesen így van, de mi... abban az esetben tudjuk támogatni az olimpia ötletét, amiben így lesz. Értem, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm, hogy itt lehettem. A szolidaritás mozgalomról, annak jelöltjeiről beszélgettünk a mozgalom vezetőjével, Székely Sándorral.